bizsergető és mámorító. Tehát az, hogy ott állok a függöny mögött, és úgy kezdődött az előadás, hogy szólt az ügyelő, hogy akkor tessék, és nekem el kellett húznom, én most is kiráz a hideg, látod? Így el kellett így húzni a függöny, és kinézt, és meg kellett néznem nagyon-nagyon lassan a közönséget. Így végig kellett így pásztázni az embereket, és vissza. Köszöntjük Önöket, ez a Mindig Veled, a Vörösmarty Színház podcast csatornáján. Én Fejér Erdélyi Teréz vagyok, és velem szemben ül Keller János, aki a 20. évadját kezdi, és hát nem akármilyen évadot. Szia, János! Szia, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, illetve nézőt. Hát valóban, hogyan is kezdhetnénk el ezt a mai beszélgetést, hogy addig nagyon szép, hogy a 20. évadom a Vörösmarty Színházban elkezdődött, de sajnos félbe is szakadt. Most jelenállás szerint én nagyon bízom benne, hogy most egyszer még egy kicsit leálltunk, pozitívan gondolkodom, és bízom abban, hogy minél hamarabb találkozhatunk újra a közönséggel. Te most is éppen egy fellépésről érkeztél, és azt mondtad, mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy mennyire jó volt végre. Nagyon hiányzik, gondolom. Rettentően. Tehát nem is tudom ezt, talán azt hiszem, pontosan a szavakba önteni. Váradi Eszter Sárával voltunk most egy rendezvényen, nagyon-nagyon hosszú idő után először, és hát hihetetlen ez az érzés, hogy hallgatnak minket, hogy tapsolnak, hogy örülnek, hogy boldogságot tudunk generálni azzal, hogy énekelünk és táncolunk. Rettenetesen hiányzik ez a mindennapjaimból. Neked egyébként ez az éneklés és táncolás, ez hogy jött? Mindig is ezt szeretted volna csinálni, mindig is és így szerettél volna kvázi szórakoztatni, tehát hogy számodra a színészet az főleg ez, vagy van egy másik vonal is, amit még szeretsz? Én azt mondanám, hogy nyitott vagyok és mindenevő, tehát szerintem ez csak a része a színháznak, és nem a teljes egésze, de fontos, hogy van. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanít ez a stílus, vagy ez a zenés szórakoztató ipar, hogyha mondhatom ilyen csúnyán, de tulajdonképpen amikor fellépésre megyünk, az teljesen más, amikor szórakoztatni kell az embereket, az is teljesen más, amikor zenés előadásban egy zenés szerepet játszom el, teljesen más feladat. Én gyerekkoromban is szerettem énekelni, de úgy indultam el ezen a pályán, hogy természetesen nekem a próza ugyanolyan fontos. És abban a szerencsében volt részem, hogy tulajdonképpen fele-fele arányba játszottam zenés és prózai szerepeket. Nem tudnám elképzelni úgy a pályámat, hogy csak az egyik, vagy csak a másik. Mindenevő vagyok, nyitott vagyok az új dolgokra is, az új műfajokra is, még akkor is, hogyha esetleg az nekem nem áll jól, vagy nem tudok vele megbirkózni, de hát mindenből lehet tanulni, és egyik erősíti a másikat, és szerintem például a zenés szerepek eljátszása nagy hatással volt a prózai szerepeimre is. Van olyan szereped, amiről úgy gondoltad, hogy nem állt jól? Biztos, hogy volt, meg biztos, hogy volt olyan is, nem egy, nem kettő, amit nem tudtam megoldani igazán. Van egy nagyon magas mércém. Magaddal szemben? Így van. Így van, ami mindig ott lebeg előttem. És volt egyébként olyan, hogy valaki azt mondta egy alakításomra, hogy nagyon jó volt, sok dicséretet kaptam érte, de én legbelül pontosan tudtam, hogy ez nem sikerült igazán. És hogy valami hiányzik, valamit nem találtam meg benne, részeiben tudtam csak megoldani, de nem lett kerek egész. Többször előfordult ez, és ez borzasztó kínlódás és küszködés. Fantasztikus érzés, amikor viszont azt érzed, hogy egyszer csak meglett egy szerep. De én egyébként azt gondolom, hogy 100%-osan soha nincsen meg semmi. Ez egy olyan pálya és egy olyan szakma, amit életünk végéig tanulni kell. És nem is az, hogy kell, hanem egyszerűen nem tudod megtanulni. Tehát minden este lehet még jobban és még jobban egy új gesztus, egy új hangsúly, egy új gondolat, ami eszedbe jut a szerep kapcsán, ami épül bele a szerepbe, és nyilván, ha sokszor játszol egy szerepet, akkor az egyre teljesebb lesz.
De én nem merném azt mondani magamról a hosszú-hosszú évek után, hogy volt olyan szerepem, amit kimernék jelenteni, hogy 100%-ig elkészültem vele. Maximalista vagy egyébként? Nagyon. Mindenben? Mindenben. A másik, hogy nagyon-nagyon sok fantasztikus kollégával dolgoztam a pályám során. Egyet hadd emeljek ki, mert azt hiszem, hogy a magas mércémhez ő nagyban hozzájárult. Ez a művész, sajnos már nem él közöttünk, az égi társulat tagja, Kozák András. Akinél azt éreztem a színpadon, miközben partnere lehettem, hogy ahogy ő játszik, ahogy él a színpadon, egyszer nem tudtam másképp megfogalmazni magamban, csak úgy, hogy perzsel, hogy éget maga körül. És akkor fogalmazódott meg bennem, illetve tudatosult bennem az, hogy szeretnék erre a szintre eljutni. Tehát szeretném egyszer megélni az életemben, hogy valami ilyen történjen velem. Nagy hajtóerő. Ez nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sokat köszönhetek neki. Még nem sikerült. Nem is vagyok benne biztos, hogy sikerül az életem során eljutnom oda, de van egy kitűzött célom, és ez, hogy milyen, amikor egy színész perzsel a színpadon. Ez mikor volt? Hát ez pont, amikor ide szerződtem a Vörösmarty Színházba, az első két évadomban, ugye több darabban is játszottam vele együtt, illetve több darabot rendezett, amiben nagy szerepeket játszottam, úgyhogy folyamatos volt a beszélgetés közöttünk, ami egészen fantasztikus volt, azon kívül, hogy szerintem Magyarország egyik legjobb színészéről beszélünk, hogy hihetetlen tájékozott volt, tehát nem csak színházról beszéltünk, hanem társművészetekről, festészetről, ittam a szavait. Én egy évig nem is tudtam letegezni. Tehát hiába mondta, hogy János tegez, egyszerűen nem tudtam. Egy év után sikerült azt mondanom, hogy szia András, pedig addig már nagyon sokat dolgoztunk együtt. Kedves felesége Drahota Andrea, pedig vele is nagyon sokat játszottam, őt a mai napig nem tegezem. Őt úgy köszöntöm, hogy csók anya, akkor felhívom telefonon, vagy beszélgetünk, vagy véletlen találkozunk, mert annyi darabban játszott az anyukámat, hogy így köszöntöttük egymást minden este a színházban, hogy csók anya, most melyik előadás is lesz az, hogy anyám ön itt, vagy az, hogy csók anya, és ebből ilyen viccet csináltunk, és ez így meg is maradt közöttünk. Nálad ez jellemző, hogy vannak ilyen emberek az életedben, akik ekkora tiszteletet tudnak kiváltani belőled? Vannak. És hogy ennyire nyilvánvalóan, hogy nem mered, vagy nem akarod letegezni őket? Van, de most inkább, abszolút, de a kérdés első felére válaszolnék, hogy belőlem óriási tiszteletet vált ki például egy utcaseprő. Tehát van itt Fehérváron egy kedves hölgy, aki néha-néha eljut színházba, és már itt többször köszönt, hogy jó napot, művész úr, jó napot, és az ott mindig köszönök, és egy kezét csokolom, hogy megfigyeltem, hogy úgy végzi a munkáját olyan aprólékosan, olyan odaadással, és olyan becsülettel és tisztelettel, hogy én a kalapon megemelem előtte. Tehát én nem csak a színházi világból tudnék ilyen embereket kiemelni, hanem a mindennapokból. És hihetetlen találkozásaim voltak egyébként így emberekkel, akik nem a színházzal foglalkoznak, hanem egészen más területen dolgoznak. Én nagyon nagyra becsülöm és tisztelem azokat az embereket, akik tisztességgel, alázattal és becsülettel élik a mindennapjaikat. Fontos számodra, fontos szerinted ma az emberek számára az, hogy tisztelhessenek valakit, vagy egyáltalán a tisztelet, mint olyan ez az érzés, ez a fogalom? Most panaszkodhatnék, és mondhatnám azt, hogy ez kihalt, és hogy egyre kevesebbszer tapasztalja meg az ember. Én erre is azt mondom, mint nagyon sok mindenre az életben, hogy mit veszel észre? Észreveszed az ilyen típusú embereket, vagy nem ezt veszed észre, és elkezdesz panaszkodni, hogy hát ilyen már nincs, és hogy bezzeg a mi korunkban, a fiatal korunkban, ez nem így volt, nem úgy volt, stb. Én tapasztalok ilyen típusú embereket, ugye foglalkozom fiatalokkal is, színházon kívül, ugye vannak a Vörösmarty Színházban különböző programok, amiben fiatalokkal kell foglalkozni, tehát nem is azt mondom, hogy kell, hanem én önként jelentkezem az ilyen feladatokra,
És igenis a mai fiatalok között is rengeteg értékes ember van, sőt elképesztő értékeket fedezek fel, és most nem feltétlenül arra gondolok, hogy a jövő színészei lesznek, vagy művész emberek, hanem mint ember, mint gondolkodó lény, akiktől igenis lehet tanulni is. Én jelen pillanatban kimerem jelenteni azt, hogy az ilyen munkáim alkalmával én rengeteget kaptam ezektől a fiataloktól, és rengeteget tanultam az ő frissességükből, a világlátásukból, hogy hogyan közelítenek meg bizonyos dolgokat. Szerintem érdemes így ezen a szemüvegen keresztül nézni a mindennapokat, és szerintem sok csodát fogunk találni. Te nagyon nyitott szemmel szoktál járni, nagyon szeretsz tájékozott lenni, úgy nagyon. A mindennapi életben, hogy mi vesz minket körül. Igen, illetve nem is az, hogy mi vesz minket körül, persze az is fontos, de nem a legfontosabb. Beépült a tudatomba az, hogy ez a szakmához elengedhetetlen az, hogy figyeljük az embereket. Én például nagyon szeretek buszon ülni, nagyon szeretek buszmegállóba ácsorogni, nagyon szeretek sétálni, és semmi más nem csinálni, mint figyelni az embereket. A gesztusokat, a hanglejtéseket, hogy egy apa hogy szól a gyerekeihez, hogy szól a feleségehez, és viszont, hogy egy nagyszülő hogy terelgeti a kis unokáját. Most ilyen egyszerű példákat mondok neked, de rengeteget lehet tanulni, és nem csak a színészi munkához szerintem. Ahhoz elengedhetetlen persze, hogy az ember raktározzon olyan dolgokat. A mindennapokhoz szerintem fontos az, hogy meghalljunk olyan mondatokat az utcán, ami nehéz helyzetbe egyszer csak bevillan, és eszedbe jut, hogy azt mondta az a nagymama az unokájának, hogy ha megpróbálom alkalmazni, hát ha nekem is segít. És ez meg is marad? Ennyire el tudod raktározni? Meg, abszolút. Ez annyira beépült a tudatom, hogy figyelem az embereket a színészi munkám miatt elsősorban, hogy innen indult a dolog. Hogy abszolút visszatok idézni beszélgetéseket, ahogy ülök a buszon, és hallom, hogy miről beszélgetnek emberek, hogy győzi meg az egyik a másikat, hogy milyen érveket hoz fel. Abszolút. De ezt nagyon hasznosnak találom, és az biztos, hogy sokkal jobb, mint hogyha folyamatosan bömbölne a fülembe a zene, vagy a telefonomat nyomkodnám. Tehát ennél biztos, hogy sokkal-sokkal jobb időtöltés. Hát, ha már zene, akkor te egyébként zenében élsz. Mert hogy nekem van egy ilyen képem legalábbis, hogy aki zenél, aki énekel, aki sok mindent így tud megfogalmazni, annak a fejében is folyamatosan szól a zene. Természetesen nagyon fontos része az életemnek, és nagyon-nagyon sokat segít. Tulajdonképpen néha terápiaként használom az életembe, és mivel mondtam, hogy az életben is, illetve a pályámon tulajdonképpen mindenevő vagyok, így ezt elmondhatom a zenére és a zeneművészetre, hogy mi az, amit szeretek, és mi az, amit nem. Ha olyan hangulatom van, akkor bömbölve hallgatok operát, hogyha olyan hangulatom van, akkor táncdalokat hallgatok, popslágereket, musicaleket, operát, tehát mindenfélét, rockzenét, tehát éppen amilyen hangulatom van, de gondolom, te nem erre gondoltál, hanem arra, hogy ez a belső... Igen, hogy folyamatosan szól az ember fejében egy zene. Nem tudom ezt jobban megfogalmazni, ez attól is függ, természetesen igen, a saját emberek a saját dallamai. Igen. Amit igen. Szerintem a legjobb esetben a lelke diktál, és nem az esze, de aztán persze ez valamikor felborul. Én azt figyeltem meg, hogy igazából akkor tud bennem zene szólni, hogyha jó állapotban vagyok. Tehát, hogyha éppen mondhatjuk azt, hogy szinte minden tökéletes körülöttem a pályámon, a családomban és az élet több területén, akkor jobban hallom azt a zenét. De ez el kell, hogy mondjam neked egyik legnagyobb könyvélményemet. Puccini életéről olvastam a Bohémek és Pillangók című könyvet. És előtte is ismertem Puccini operáit, de igazából azon kívül, hogy miről szól egy-egy műve, ennyit tudtam, és úgy nem nagyon foglalkoztam vele, szerettem. De utána olvastam a könyvét, az ő életéről szóló regényt, ahogy le van írva az, hogy komponálta a műveit, és hogy nyitva volt az ablak, a cselédség kint ült, és hallgatták, hogy a mester komponál,
hogy ezek olyan fantasztikus élmények, hogy, hogy ez például kapcsolódik ahhoz, amit kérdeztél, hogy a belső zene. Tehát, hogy, hogy onnantól kezdve teljesen másképp hallgatom az összes operáját, mert akkora élmény volt ez, és nyilván hozzáadott az én belső zenémhez is, mert azt csak én hallom úgy, csak én látom, érzékelem. Ugyanez például Munkácsi élete. Ugye ez egy kétkötetes regény, és miután elolvastam, abban a szerencsében volt részem, hogy, hogy elmentünk egy kiállításra. És hát nyilván az ember, hogyha lát egy festményt, nyilván gondol róla valamit, valamilyen érzései vannak, amit meg tud róla fogalmazni. De miután elolvastam a könyvet, és pontosan tudtam, hogy mit, miért festett, hogyan festett, kinek festette, kinek készült, hol rejtette, melyik festményében az ő saját önarcképét, amit ha nem olvasol el, akkor nem tudod, hogy Terka, volt olyan festmény, ami ott álltam 20 percig, és nem tudtam elmozdulni. Tehát olyan katartikus élmény. És ez mind az összes ilyen élmény alkotja meg szerintem a belső zenénket. Hú, nehéz azért megszólalni ezután, amit mondtál most. Ugye 20 éve vagy itt, de te már nagyon régóta a színpadon élsz gyakorlatilag. Mikor kezdődött ez nálad? Mikor volt az a pillanat, föl tudod egyáltalán idézni, vagy már annyira régen volt? Annyira öreg vagyok, hogy most nem azt mondtad, hogy már annyira öreg vagy. Nem akarod miatt mondom, dehogy. Hát, Terka, amikor? Igen. Nem. Azért kérdezem csak, mert biztos vagyok benne, lehet, hogy ez csak az én gondolatom, nem tudom, hogy mindenkinek van egy nagyon markáns pont az életében, amikor azt mondja, hogy na, ez az én utam. Hát eddig is jártam én ezen, meg próbálgattam, de most már biztos, hogy ez az én utam. Meg volt ez? Vagy emlékszel rá, hogy ez mikor volt, amikor kiderült, hogy biztos? Azért ehhez tudni kell, hogy te nagyon korán elkezdtél színészkedni. Nem tudom, hogy eleve elrendelt dolog volt az életemben, vagy sem. Az biztos, hogy 3 éves koromban költöztünk Veszprémbe a szüleimmel, illetve a két testvéremmel. Honnan jöttetek egyébként? Egy Zánka melletti kis faluból, az a neve, hogy Tagyon. Ott éltem 3 éves koromig, és a szüleim megkapták a régi Veszprémi Színészháznak a gondnoki állását. És beköltöztünk a színészházba. Ugye akkor én 3 éves voltam, a nővérem 4, a bátyám pedig 5. És hát mondhatom azt, hogy ott kezdtem el felcseperedni a színészek között, az akkori veszprémi színészek között. Állandóan a nyomukban voltam, hogy érdekes volt ez a világ, hogy akkor ott van a színészház, akkor mennek a színházba, akkor én is mentem a színházba, kísérgettem őket, meg minden, és aztán 10 éves koromban játszottam először a Veszprémi Petőfi Színházban, mint gyerekszereplő, kiválasztottak, és hát rettenetesen boldog voltam, hogy... Vágytál rá, vágytál oda? Igen, uh-huh. Igen. És tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez tehát egyenes út vezetett. De nagyon furcsa ez, és ezért kezdtem így a gondolatomat, hogy nem tudom, hogy eleve elrendelés vagy sem, mert a bátyám például, ő több darabban volt gyerekszereplő, mint én, és ő teljesen elkerült a színházhoz, tehát semmi köze nincs már hozzá. A nővérem később ott volt gyakorlaton, mint női ruhakészítő. Ő mondjuk nem is volt színpadon, de ő se lett színésznő. És hogy ezért kérdezem tőled is, vagy visszadom a labdát, hogy ez ennek eleve így kellett lenni, ez így volt már eldöntve fönt, vagy a körülmények adták, de a bátyám erre a cáfolat, aki nagyon ügyes volt, és több darabba szerepeltették, és sikere volt vele, hogy ő mégse. Én viszont igen. De azt tudtam, hogy akkor valami olyan csoda történik velem 10 éves koromban, ami leírhatatlan és elmondhatatlan és elmesélhetetlen. Onnantól kezdve biztos voltam benne, hogy B-variáció nincs. Tehát, hogy én színész akarok lenni. Mi volt ez a szerep egyébként, emlékszel még rá? Igen, egy drámában, az Yvonne Burgund Hercegnője című előadásban játszottam egy kisfiú szerepet, egy lengyel rendező rendezte, és hát az is nagy dolog volt, hogy velem kezdődött az előadás. És több jelentben benne voltam, tehát ott szerintem ez biztosan eldölt. És onnantól kezdve aztán nem is volt kérdés, hogy
hogy ez. És aztán ugye még hozzájött az is, hogy 13 és fél éves koromban forgathattam egy ifjúsági filmbe, ahol kipróbálhattam a színészet egy másik oldalát, hogy milyen az, amikor nem színpadon van az ember, hanem kamera előtt. Tehát nyilván az is sokat hozzátett. Aztán később megtudtam, hogy még játszhattam volna gyerekszereplőként más darabba is, csak az anyukám nem engedett. Féltett? Emellett, hogy sokat hiányoztam a suliból, és emlékszem, hogy amikor elmondta a rendező, hogy lehettem volna Kis Maugli, ez még nem az a fajta dzsungelkönyve volt, nem az az ismert musical, hanem egy zenés mesejáték, és kiválasztotta a rendező, hogy én leszek a Kis Maugli, de erről nem tudtam, hanem később tudtam meg, amikor bemutatták az előadást, hogy én lehettem volna. És emlékszem, hogy nagyon haragudtam az anyukámra, hogy tehette ezt velem, hogy nem engedett, amikor tudta, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy egy színpadra menjek, de aztán persze később megértettem, hogy nyilván az iskola fontos. Fel tudod idézni azt a pillanatot, amikor először álltál ott a színpadon? Hogy az milyen érzés volt? Azóta nagyon sok mindent megtapasztaltál színészként nyilván, tehát hogy rengeteg olyan élményed volt, ami kvázi katartikus volt, de hogy akkor azért egy 10 éves kicsi gyereknek milyen érzés az, hogy mondjuk vele indul egy előadás, hogy ő egy nagyon fontos része. Bizsergető és mámorító. Tehát az, hogy ott állok a függöny mögött, és úgy kezdődött az előadás, hogy szólt az ügyelő, hogy akkor tessék, és nekem el kellett húzni, még most is kiráz a hideg, látod? Így el kellett így húzni a függöny, és kinézt, és meg kellett néznem nagyon-nagyon lassan a közönséget. Így végig kellett így pásztázni az embereket, és vissza. És emlékszem, hogy a rendező mondta, hogy mert először tudott gyerek, elhúztam, néztem, visszamentem. És mondta, hogy nem. Nagyon-nagyon fontos az, hogy lassan. Tehát az abszolút vissza tudom idézni, hogy ilyen mámorító és bizsergető, és nagyon izgultam, és félelem is volt bennem, de a csoda is, hogy én... Kicsit olyan, mint a te lennél a világ ura, nem? Hát egy ilyen pici gyereknek ez olyan, mintha ő egy ilyen... Nyilván különleges, de mint hogyha abban az sűrített pillanatban, akkor ő a főnök, mert kinéz, és csak körülnéz lassan, igen. És mindenki őt nézi. Igen, elképesztő. És azért ez egy pici gyereknek egy nagyon különleges, ezért kérdeztem, mert azért ez nem mindenkinek adatik meg. Hát nem, és illetve olyat is hallottam már, hogy valaki gyerekszereplőként olyan rossz élményeket, tapasztalatokat gyűjtött vagy szerzett, amire azt, hogy soha többet nem egy színpadra. Tehát nyilván ez egy nem könnyű helyzet és nem könnyű dolog, és valóban nagyon fontos, hogy milyen hatások érik azt a gyereket. Elrettenti, vagy beleszeret. Én beleszerettem, és még ez a történethez kapcsolódik az, hogy ezt az előadást meghívták vendégeladásként a Madár Színházba. És ugye volt egy váltóm, tehát ketten voltunk erre a szerepre, egyik este a másik kisfiú játszotta, másik este én, és még arra is emlékszem, hogy mennyire izgultam, hogy engem fognak majd vinni Budapestre a Madách Színházba, vagy nem. De borzalom, tehát, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkoztam. Na mindegy, de én mehettem. És hát az meg aztán egy külön öröm és boldogság, hogy utazunk a fővárosba, és ott leszek a Madách Színház színpadán. Tehát ez még el is emlékszem, hogy ez... milyen fontos volt. Menőnek számítottál? Vagy kilógtál ezzel a sorból? Nagyon nehéz gyerekkorom volt, és visszahúzódó gyerek voltam egyébként az iskolában. Tehát nagyon-nagyon, hát finoman fogalmazok, küzdelmes volt minden egyes nap gyerekként. Anyukám egyedül nevelt háromunkat, korán elváltak, és aztán utána apukám meg is halt. Tehát én inkább visszahúzódó voltam, és ilyen félénk gyerek, és nem ilyen vagány, és nem menő, és nem olyan típusú, aki azt mondja, na, akkor én most színházba játszok, és én vagyok a vagány csávó. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Sok nehézségem volt az iskolába is. Bántás is érte miatt, főként tanárok részéről. De érdekes, hogy ezt mondod, mert nekem rögtön az villant be, hogy esetleg a gyerekek csúfoltak emiatt. Nem, ők sokkal inkább... Elfogadták, vagy tetszett nekik. Igen, igen. Meg
hogy is fogalmazza meg, tehát nem is az, hogy felnéztek rám, mert ez nem igaz, hanem hogy történt velem valami pozitív dolog, valami jó dolog, aminek tudtak örülni, mert ők pontosan tisztában voltak azzal, hogy milyen a családi életem otthon, és az is abszolút bennem maradt, amikor ezt osztálytalálkozókon fel is emlegetik a kedves osztálytársaim, hogy amikor 8-ban megkérdezte egy tanár, hogy ki mi szeretne majd lenni nagykorában, én pontosan tudtam, hogy színész. És hát így megmosolyogta, hogy jó, és akkor így ment tovább. Hogy ez is, hogy ez milyen, tehát, hogy milyen érzést váltott ki, nem gondoltad, hogy itt nem volt jó, sőt, nagyon rossz. És hogy az osztálytársaim mindig azt emlegetik vissza, hogy én voltam az egyetlen, aki pontosan tudta, hogy mit akar. És ez úgy is lett. Tehát, hogy ebbe semmi. Azért ez elégtétel, nem? A szó jó értelmében kérdezem. Hát nem ezért lettem egyébként színész. Nyilván nem, meg nem, hanem hogy nem is elégtétel, hanem szívesen beszélgetnék azzal a tanárral, hogyha találkoznék vele, pláne úgy, hogy foglalkozom én is fiatalokkal, és pontosan tudom, hogy mennyire érzékeny a lelkük, hogy mennyire fontos, és át kell gondolni minden egyes mondatot, mielőtt mondasz, mert lehet, hogy úgy beleég, hogy egész életében cipelni fogja azt a terhet. És hogy ugyanilyen fontos, hogy hogyan humorizálunk, hogy mivel viccelünk és mivel nem, mert lehet, hogy pont azzal bántod meg. Tehát szerintem egy pedagógusnak óriási felelőssége van abban, hogy hogyan fejlődik a kis iskolásnak a személyisége, hogy milyen lelkületű lesz, hogy milyen lesz a szelleme. Nyilván a család nagyon fontos, tehát nagyon, de az iskola legalább annyira. És nyilván belém égett, mert elmeséltem neked ezt a történetet, és finoman fogalmaztam, tehát finoman meséltem neked ezt el. Akkor ez nagyon mély nyomot hagyott benned. Abszolút. Sok ilyened van, amit így viszel, sok. Hogy így nem tudod eldobni, hogy most már elég lesz ebből. De dolgozom rajta. Uh-huh. De nagyon sok van sajnos, vagy sok volt, de egyre többet sikerül szerintem már letenni ezekből a terhekből. És amiben tulajdonképpen szerencsém van, hogy a színpad az egy csoda hely. Tehát ott kijátszhatsz magadból nagyon-nagyon sok mindent, és bele tudsz építeni, és az a te titkod marad, és nyilván nem fogod hangoztatni mindenhol, hogy mondjuk ez a fájdalmas rész, ez mondjuk passzol az én életemben történt eseményekhez, vagy sem. De ez egy terápiás hely is, tehát nagyon sokat segít abban, hogy az ilyen dolgokat az ember kijátsza magából. Most is meg tudnak bántani? Érzékeny vagy nagyon? Vagy most már le tudsz pergetni dolgokat? Hú, ez nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát miközben a színpadon muszáj érzékenynek lenni, tehát ez a pályához, szakmához hozzátartozik az, hogy az embernek érzékenynek kell lennie. Viszont a civil életben meg jó lenne erősnek és keménynek lenni. Hát ez nem mindig sikerül, sőt, régen egyáltalán nem sikerült. Most már talán annyit tudatosítottam magamban, hogy muszáj egy határt húzni. Tehát, hogy nem sérülhetek folyamatosan, hanem muszáj bizonyos helyzetekben erőt venni magamon. Most már azért sokszor sikerül. De hosszú-hosszú évek munkáját. Tehát ez nagyon kemény munka, és tulajdonképpen az embernek ezt először is fel kell ismernie, meg kell fogalmaznia, és aztán jön a kemény munka, és ebben senki nem tud segíteni, én azt gondolom, vagy lehet, hogy vannak szakemberek, én nem vettem igényben ilyenfajta segítséget, hanem megfogalmaztam, és hát dolgozom rajta folyamatosan. És van egy nagy fiad. Így van. Akit nyilván ugyanúgy kell óvnod, és ugyanúgy figyelned kell arra, és ő ugyanúgy ezen a pályán kezdett igen. el. Nem őszinte a mosolyod, vagy nem, igen? Nem, de ezt ő is félted? Tudja. Nagyon. Mit? Nagyon. Nagyon fontos annyit elmondanom a kapcsolatunkról, hogy egész kiskorától fogva nagyon-nagyon barátok vagyunk. Tehát én inkább azt mondanám, hogy persze én az apukája, de hogy ilyen nagyon mély barátság van közöttünk, és nagyon őszintén megbeszélünk mindent egész kiskora óta. A jót is, meg a rosszat is. Én mindig azt mondom, hogy meg kell tudni fogalmazni a jót is, meg a rosszat is. És kivel legyen az őszinte az ember, nem a saját gyerekével. És amikor elkezdett kacérkodni ezzel a dologgal,
és elkezdtem mondani, hogy őt ez érdekelné, én őszintén elmondtam neki, hogy nem örülök. És elmondtam neki az én nehézségeimet, hogy engem milyen hatások értek, rengeteg jó is ért, azért ezt gyorsan hozzáteszem. De hiszen az előbb beszéltél a bizsergésről. Igen, tehát rengeteg jó is történt velem, de mivel tudom a buktatóit, a pályának, a nehézségeit, a küzdelmeit, a gyötrelmeit, az árnyoldalát, nyilván félti az ember a saját gyerekét. És nyilván most mondhatják azt a kedves nézők vagy hallgatók, hogy elfogult vagyok a gyerekemmel, de hát kivel legyél. Nem a saját gyerekemmel. Ő is egy nagyon érzékeny típusú emberke, hatalmas szíve van, fantasztikus humora, és hát nyilván féltem a kis lelkét, de azt is elmondtam neki, hogy nem fogom megtiltani, ha ő ezt szeretné, és ő ezt megfogalmazza magában, hogy valóban ezt szeretné, akkor nyilván támogatom és segítem. Tehát nem fogom megakadályozni, hogy ne. Csak nem örülök. De ezt muszáj voltam elmondani neki, mert hát ez egy apai kötelességem szerintem, hogy a gyerekem az őszinte legyek. Nem volt benned, amikor ő elétek állt, hogy már pedig ő színész lesz, hogy hát végül is nyilván te tudod a buktatóit a dolognak, tudod a nehézségeit, de hát talán pont attól fog megerősödni, hogyha ő maga tapasztalja meg. Hát így van, és egyébként nem is traktálom túl, pontosan ezért. Mert ez az ő élete, az ő útja, és hogy ezt neki kell végigjárni, és nyilván az ember tudja kicsit terelgetni erre, arra, amarra, de nyilván pofonok nélkül nem lehet. Nyilván a buktatók, amiket te mondasz, azokon vagy elbukik, vagy feláll. Nyilván, ha elbukik, azonnal fel fogom emelni, mert nyilván nem fogom hagyni a saját gyerekemet. De természetesen az is hozzátartozik ez a dologhoz, hogy a rengeteg örömöm és boldogságom és sikerem és a pálya szépségéről is beszélek neki. Tehát nyilván nem csak a rossz oldaláról, de arról is kell beszélnem, mert azt gondolom, hogy kötelességem. De ugyanennyit beszéltem, vagy nyilván még többet, vagy pontosan érzékeli gyerekkora óta, hogy apa mikor boldog, amikor azt a szerepet játsza, azt az előadást. Tehát pontosan látja, mikor szárnyalok, mikor repülök, mikor hoz tűzbe és lázba vagy lángba egy szerep vagy egy előadás. Tehát nyilván ezt a szárnyalást is megtapasztalta, meg beszéltem is róla. De szerintem itt teljes a kép, hogy mindenről muszáj beszélni. Melyik volt szerinted az a szerep, ami után a kisfiad azt látta rajtad, hogy te mennyire boldog vagy? Talán Töröcsik Mari mondta azt, hogy ha pályán volt 5 olyan este, amikor azt érezte, hogy elrepült az előadás, és ő vele együtt a szereppel, akkor az már nagyon jó. Voltak olyan esteim a színpadon, amikor azt gondoltam én is, hogy repülök és szárnyalok, de valóban nagyon-nagyon kevés volt. Olyan viszont rengeteg, amikor óriási siker volt, és a közönség tombolt, és sikerült átadni a gondolatainkat, az érzéseinket, egyáltalán az eladással azt, amit képviselni szeretnénk, ami gondolkodással készíteti az embereket. Ilyen nagyon-nagyon sok volt. De mindig eszembe jutott, hogy mi az, ami azon az estén egy jelenetben nem annyira, vagy egy gesztus, egy hangsúly, egy valami, hogy egy gondolat nem született meg, és elmondtam egy mondatot, hogy tehát én inkább mindig így vissza szoktam pörgetni, hogy mi az, ami biztos, hogy nem volt meg, persze meg az is, hogy mi az, ami igen. Nagyon sok szép estén volt, tehát nagyon-nagyon sok, amire nagy szeretettel és jó szívvel gondolok vissza mindenféle műfajba. De az, hogy igazi csodaként és elszállni, hát ezt így nem merném én kijelenteni magamról, hogy megtörtént, de szerintem nem is az a fontos, hanem az, hogy rengeteg olyan este volt a pályámon, ami olyan boldogságot és örömet okozott nekem is, és azt éreztem, hogy igen, érdemes ezt a pályát csinálni, művelni, megélni, játszani, és egyáltalán létezni a színházban, és a színházon keresztül az embereknek átadni bármit is, ebbe biztos, hogy nagyon sok volt.
Akkor máshogy fogom megkérdezni, de úgyse engedlek el addig, amíg nem mondasz nekem konkrétumot. Van olyan szerep, nevezzük álomnak, de nem muszáj ezt a szót használnunk, amitől te úgy gondolod, hogy szárnyalnál? Az lenne az igazi, az lenne az, ami nincs? Soha nem gondolkodtál azon, hogy... Nincs, hogy... Amikor nagyon fiatal pályakezdő voltam, az akkori idősebb kollégáktól, hála Istennek meghallottam, hogy az emberek ne legyenek szerepálmai, egy színésznek ne legyenek szerepálmai, méghozzá több ok miatt. Az egyik az, hogy mondjuk a színház műsorra tűzi azt a darabot, nem te kapod meg azt a szerepet. Hát ez óriási csalódás. Mondjuk a színház műsorára tűzi azt a darabot, megkapod azt a szerepet, de nem tudod eljátszani, mert nem neked való és buksz vele. Akkor az a vége. Tehát én ezeket meghallottam, ezeket a gondolatokat a szerepálmokkal kapcsolatban, azonnal tudatosítottam magamba, hogy nem, nekem nincs szerepálmom. Tehát is tényleg nincs. Egyetlen egy műfajban sincs. Nekem az a fontos, inkább azt mondanám neked, hogy olyan szerepeket játszak, ami megmozgatja a szellememet és a lelkemet. Mert ez megtörténik, akkor lehet ez két mondatos szerep is. Meg lehet főszerep is. Nem a mondatok mennyiségétől és a szerep nagyságtól függ az, hogy az ember tud szárnyalni egy szerepbe vagy sem. Egy néma szerepben is lehet, szerintem, meg főszerepben is, meg a kettő között még óriási nagy a skála. Fontos a rendező, fontos, hogy kik a partnereid, és fontos, hogy a közönség befogadó legyen. Hogyha ez megtörténik, akkor az a színház csodája. Most hát a következő évadban, ami reméljük, hogy most már szépen be fog indulni. Most van olyan szerep, amit vársz nagyon, vagy olyan előadás, ami akár ami eddig is már műsorom volt, akár új. Én most jelen pillanatban én azt várom, azt a csodát, hogy álljon vissza az a helyzet és az a rend, ami volt ezelőtt a vírus előtt, hogy a természetes mindennapom az, hogy jövök a Vörösmarty Színházba, hogy jövök próbára, hogy előadásom lesz, hogy tulajdonképpen jelen pillanatban nem is a szerepek, és nem is a darabok, hanem hogy milyen új lesz, és mit fog csinálni, hanem hogy csak ez álljon vissza, hogy jövünk, alkotunk, dolgozunk, játszunk a közönségnek, találkozunk a közönséggel. Nekem már ez bőven óriási öröm lenne. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik darab, vagy melyik szerep, csak álljon vissza ez a régi, most nem mondhatjuk azt, hogy régi, mert ugye már több hónapja tart ez a vírus helyzet, minden a maga megszokott kerékvágásába, hogy semmi másról ne szóljon a mindennapunk, mint arról, hogy találkozunk a közönséggel. Tökéletes végszót alkottál nekünk, János. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy beszélgethettem veled. Köszönöm, nagyon jól esett a lelkemnek. Örülök neki. Nekem is nagyon jól esett, nagyon jókat kérdeztél, és hát szerintem hosszan tudnánk még beszélgetni, és nagyon sok minden témát nem érintettünk, de hát még folytathatjuk. Így van, folytatni is fogjuk. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Vörösmarty Színház podcastja, mindig veled, viszont hallásra.